Maradt még Északbácskában bármilyen termény, ami esetleg nem lett betakarítva? Hát igen, vannak még termények, van még napraforgó is valamennyi, ilyen későbbi vetésék, ami nem sikerült az első vetés, és később vetették. Kukoricából még elég sok van, a kukoricákon gondok vannak, ugye ez a tájuk, a környékünkön volt ez nagy zivatar, és rengeteget ledőtött, és az emberek szenvednek, nem bírják csőtörökkel szedni, kombájuk a morzsolódnak, még próbálkozzak kézzel, csak már kézzel nem bírják, mert nincs munkaerő, úgyhogy elég sok van még kint a kukoricából. Emiatt esetleg késhet az őszi talajelőkészítés is? Szerintem emiatt nem késik, az emberek, akik akartak vetni, azok már folyamatban vannak a vetések, még bedolgozzák a földeket, úgy nézték, hogy letakarják a termékeket, ahol akarnak vetni. Én valahogy úgy észlelem, hogy az idén volt, kevesebben vetnek gabonákat, kalászosokat, hogy miért, tehát ez több mint valószínű, hogy sok a befektetés, ugye drágák a műtrágyák, a vetőmagok drágák, mint a termékeknek még nagyon kicsikaik az árak, és sehogy időnek kiszámításukba az emberek. Erre majd még visszatérünk később. Jelenleg mik a legfontosabb munkálatok, amik a földeken folynak? Ha per pillanatban mondjuk rá, a legfontosabb az, hogy a gabonákat rendezzük, gabona legyen elvetve. Most vannak többféleképp, akik csinálják, vannak, akik tárcsáznak, gruberoznak, még vannak még a régi hagyományos, hogy megszántik a földeket, és úgy dolgozzák be. Ha most ennek van jó dala is, meg rossz dala is. Én jobban úgy nézem, hogy a buzának elég, hogy letárcsázik, legruberolják, és be lehet vetni. Egyébként most csak a buza vetése van folyamatban? Hát nem, a buza folyamatban, meg az árpa is. Legelőször kellene az árpa, meg a tritikálé, hogy elmenjen, meg a rozsok az első vetések, a buza aztán mén. A buzának nem késő, még november 1-től is, meg utána is, hogyha jó érződ, nincs probléma a vetésekkel. Épp ezt akartam kérdezni, hogy mi az optimális idő, ameddig el kellene a gabonákat vetni? Hát ez egy pár éven belül nem volt nekünk optimális idő, valójában azt mondják, hogy október végig optimális idő van, nincs semmi gond, de ha ilyen melegek az idők, szerintem még ha novemberben is vetődnek el, szinte semmit nem lehet különbséget látni köztük, mert elég meleg ugye az ősz, vagy a tél eleje, és ha bebokrosodnak a gabonák, hogyha lesz csapadék, mert mondjuk rá megtörténhet olyan, hogy nem kapunk csapadékot, szárazban lesz, és akkor sinylőnek a vetemények. Hát ebben a pillanatban ugye a száraz idő az azoknak kedvezne, akik még elmaradtak a kukorica vagy a napraforgó betakarításával, viszont a nedves idő pedig azoknak, akik elvetették a gabonát. Hát igen, nedves idő, akik elvetették, még akik fogják most venni, arra nagyon kellene az eső, mert a föld igaz, hogy múltkor voltak egy kis némely része volt csapadék, de vannak a részek, ahol nem volt, a hullámokba esett az eső, és ott az nagyon száraz a föld. Amint a kukoricákra nincs betakarítva, ott még jobb lenne, ugye, mert az emberek többet kapnak pénzt a kukoricáj, hogyha szárazabb. Mekkora az érdeklődés most a gabona vetése iránt? Ugye említette, hogy kevesebben vetnek gabonát. Hát nagyon sokkal kevesebb. Szóval észre lehetett venni, már kezdődött ott a repciknél. Ugye a repciknél nem lett ám felesse annyi elvet, mint tavaly amennyi volt. A gabonákra is nagyon kevés az érdeklődés, a vetőmagokra és a műtrágyákra is minden. Észre lehet venni, hogy az emberek nehéz helyzetben vannak, szóval a drágaságban meg minden. Mi lesz akkor? Lehet, hogy jövőre nem lesz elegendő gabona majd? Hát erre koravaig jósolni, ugye, mert még csak most vagyunk abban a közepében, de másik években ilyenkor sokkal több gabonászokat lébe vetve. És szerintem ez a drágaság véget van az egész. Nem is, hogy szóval a mag ára nagyon magason van, meg a műtrágya, és az emberek le vannak szegényedve. Itt a legnagyobb probléma ez. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a befektetés? Nagyon nagy a befektetés, és látom, hogy sokan a padlásról vetnek, ennek jó vége nincsen. Aki tavaly a gabonák erre az emberek nem figyeltek föl, az idén a gabonák nagyon betegek voltak. És ami magbuza van, ott csak ki át van, az kezelve van, meg minden nincsen, a gombásodások benne, betegségek benne. És a padlásos most nagyon veszélyes vetni. Én jó magam is gondolkoztam rajta, amikor megláttam, hogy milyen betegek a gabonák, én nem mertem meghagyni semmit. Ha egy termelő számba veszi az idei esztendőt, akkor ha aláhúzzuk az egészet, akkor mit volt a legkifizetődőbb termeszteni? Hát ez jó kérdés, itt mindennek nagyon kicsi volt az ára, de még ahogy nézem, még az olajrepce volt a legjobb. Ugye most akinek jó volt a repce, elért ezt a 4 tonnát a hektáronként termést, az a szép ár volt. Semminek nem volt ára. Itt a kukorica is kevesebbet termett, mint tavaly, annak se nincsen ára, a buzának semmi se volt az ára. Napraforgó úgy szintén, és napraforgókkal is szépet vártuk, lesznek termések, végén abban is aludtuk. Ugye ez a szárazság megcsinált az övét, az a nagy hőfokok voltak. Kevés volt a termés, és gyönge volt a kereset rajta. Miben reménykedik a termelők, illetve mit mondanak, hogy miben gondolkodnak, hogy mit vessenek majd a következő szezonra? Csalódottak az emberek. Egyszerűen nem tudnak mit vetni.
Nagyon föl vannak háborodva, már sokan mondják, ugye bérletek itt elég jó, föl lettek hajtva, kezdik most a lassan azt mondja, fő mondják, földeket egyszerűen mennek. Az idősebbek is, már aki 40 évesek hallotta, azt elad mindent, és elmegy külföldre dolgozni. Ebből most már nem lehet megélni. Szóval 100 hektárra kell dolgozni egy családnak, hogy valahogy bírja mozogni, élni. És még kell, nem olyan sok család van, aki dolgozik. Tehát gyakorlatilag, akik kisebb parcellákon gazdálkodnak, azok járnak a legrosszabbul? Hát nagyon rosszul járnak szegény emberek, igen, így is nehezen bírnak mozogni, hát olyan kevés az ára neki, mert aki többel dolgozik, annyira kevés a kulcshaszon, a kicsi marad benne, de összecsöpök valamennyi, de akinek egy pár holt földje van a szegénynek, az alig bír összejönni valami. És mégis abból meg is kell élni egész évben, még a következő évre a befektetések, úgyhogy nagyon nehéz megérni, nagyon nehéz helyzet van a földművesség mostan. Tehát gyakorlatilag milyen évet zárnak a gazdák most az idén, hogyha tényleg mindent aláhúzunk? Szerintem rosszabb évet sokkal, mint tavaly. Nem jó évet zárnak. Nem jó évet, mert rosszak voltak az árak, sokkal rosszabbak voltak a termeléseik, szóval rossz évet zárnak biztosan ebbe az évben. Nagyon nagy volt az asszály. Észak-Bácskában a termőföldeknek hivatalos kimutatások szerint egy olyan 10%-át öntözik. Vajon az öntözés az megoldás lenne, vagy az hatalmas befektetést jelent? Szerintem megoldás lenne, csak itt a probléma van, hogy tagosítani kellene a földeket. Nem bírják az emberek, mindenfelé van egy hold, két hold, egy lánc, egy lánc, itt ott, szóval szét van a dobálva a földek. Ez lehetetlen megcsinálni. Ha egyszer összetagosítódik a föld, akkor biztos, hogy megéri öntözni. Igaz, hogy sok befektetés, de pár éven keresztül visszahozza azt magának. Elértük azt a titán, amikor nyáron bejönnek hőségek, az locsolás nélkül nem lehet kitermelni. Szerencsék volt a kukoricákra, és nem egy holnap előbb jött ez a nagy hőség. Nem lett volna semmi termésünk, abszolút. Mindenki égett volna. Mert ugye most már nem 30 fokok vannak, hanem 35-40 fok, és az tartja az 2-3 hétig, a száraz, a levegő száraz, minden. Gabonák egy az egy, vagy a kukoricák száradnak ki. Egyébként jelenleg hogyan alakulnak az árak a terménytőzsdén? Nagyon rosszul alakulnak. Nagyon rosszul alakulnak, szinte nem mozdult semmire, és bíztuk benne, hogy most ugye a kukorica az több mint fele le van menne, majdnem 3/4 része, de semmi ármozdulást nem észleltük rajta. Terménytőzsdén. Külföldön néztük, hogy külföldön megindultak a gabona az árai fölfelé, de itt nálunk még semmit nem mozdult. Ez a gyakorlatban mit jelent, hogy mi mennyibe kerül most? Ha a kukorica 14,5 dinár az ára, a napraforgónak ott van 30-31 dinár az ára, a buzát azt most pár pillanatban nem tudom, szóval szinte napon szinte mozgott lefőfelé az ára, úgyhogy állandóan igazodnak az árak. Attól függ, hogy mennyi a kereslet, mennyi a kínálat, és akkor mozdulódik, így igazodik az ár ki. Ilyen középára most mennyi a buzának? Hát szerintem az a 18-9 dinár körül van.